Törökszent Miklós, Puszta Taskony, Újszász és Jászapáti után Karcagra is érkezett bútor adomány a tiszatavi keresztjén polgári kör és magyar református szeretett szolgálat felajánlásában és a Jász-Nagykun Szolnok megyei önkormányzat szervezésében. Karcagra is érkezett bútoradomány, a tiszatavi keresztény polgári kör és a magyar református szeretett szolgálat felajánlásában és a Jász-Nagykun Szolnok megyei önkormányzat szervezésében. Nagyszerű dolog segíteni és adni, különösen olyan helyekre, ahol fogyatékkal élő vagy idős embertársaink élnek családjaiktól távol. A karcagi gólyafészek otthonban 0-tól 60 éves kor között gondoznak szeretettel és nagy odafigyeléssel valamivel több mint 170 fő testi vagy szellemi fogyatékossággal élő csecsemőt, kisgyermeket, kamaszt és felnőttet. Nagyszerű helyre kerültek hát ezúttal is a bútorok, ülőpárnák, matracok és a kényelmesebb fekvés segítő elektromos ágyszerkezetek. Az elkövetkező hetekben, hónapokban folytatják az érkező adományok eljuttatását megyénk minden szegletébe, lehetőség szerint minden időseket vagy fogyatékkal élőket ellátó intézménybe. Fodor Gusztáv, református lelkész úr az adomány akció főszervezőjének gondolatai a következők, mely szerint a szeretet összeköt és hidat épít. Ez az együttműködés is csak így működhet jól. Köszönet a holland felajánlóknak, a tiszatavi keresztény polgári kör alapítóinak, a magyar református szeretett szolgálatnak és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei szervezetének a gördülékeny munkáért, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úrnak a támogató közreműködésért.